Megnyitották a 2015-2016-os tanévet a Szerencsi Rákóczi Zsigmond református két tanítási nyelvű általános iskola és alapfokú művészeti iskolában augusztus 30-án. A tanévnyitó ünnepényes istentisztelettel kezdődött a Szerencsi Református templomban. Baláspál református lelkész egy történetet osztott meg a megjelentekkel, hogy az elsősök könnyebben megértsék a példabeszédet. A Jégkorszak című mesefilmből idézett – Úsz az árral, Isten igéje az ellenkezőjét mondja, evezz a mélyre. Itt a lelki vizekről beszél Isten, aki ezzel akar megtanítani mindenkit, hogy aknázzák ki a lehetőséget, és az újdonsült iskolások teljes odaadással, szorgalommal és jó szándékkal tanuljanak nem csak az iskolai évek alatt, hanem a nagybetűs életben is. Ezt egy hasonlattal próbálta nyomatékosítani, miszerint a gyöngyhalász is mére megy, hogy értéket hozzon fel. Ezután áldását kérte az új tanévre a diákokra, a szülőkre, valamint a pedagógusokra. Összesen 58 elsős érkezett az iskolába, így jelenleg 466 tanuló kezdi meg a tanévet szeptemberben. Rásznévárad Éva az intézmény igazgatója szerint új kezdetet, új lehetőséget ünnepeltek, majd hangsúlyozta, hogy mindent megtesznek a pedagógusokkal annak érdekében, hogy segítsék a gyerekeket céljaik elérésében. Hangsúlyozta, hogy Isten mindenkit valamilyen talentummal áldott meg, a kérdés csak az, hogy hogyan használjuk fel ezt. Rászné Váradi Éva üvegképeket ajándékozott dr. Börzsönyi József nyugalmazott esveresnek, valamint feleségének, melyeket a művészeti iskola diákjai készítettek áldozatos munkájukért. Az ünnepség végén az igazgató az iskola nyakkendőjével köszöntötte baláspált, az oktatási intézmény új lelkészét, majd a hagyományoknak megfelelően a tanítók is felkötötték a kis elsősöknek az iskolai nyakkendőt. A záróének előtt az egyházközség nevében ajándékot adott át az új református lelkész az első éves tanulóknak a Lélek Madár Röpte című mesekönyvet, melyben gyermeknyelven írt bibliai történetek szerepelnek. Az átadás után Balázs Pál arra kérte Istent, hogy áldja meg az új tanévet.